Főbb híreink. Gulyás Gergely a Kormány Infona heti TV kérdéseire is válaszolt. A kereszténység és a magyar nemzet szoros kapcsolatban áll egymással, hangoztatta a Semjén Zsolt miniszterelnök helyettes. Izraelben Benjamin Netanyahu nélkül alakul meg az új kormány. Ausztriában ideiglenesen felfüggesztették a politikai iszlám térnyerése elleni program egyik elemét, a világhálón is elérhetővé tett úgynevezett iszlám térképet. Köszöntöm kedves nézőinket, önök a heti TV híradóját látják. Belföldi híreink. Gulyás Gergely a kormányinfón a heti TV kérdéseire is válaszolt. Kíváncsiak voltunk arra, hogy lehet -e tudni, hogy mi történt az uniós agrárreformmal kapcsolatos egyeztetéseken, mi lehet a végeredménye ezeknek, lehet-e közös álláspont. Gulyás Gergely válaszában elmondta, Eredménytelen volt a megbeszélés, mert az Európai Parlament képtelen az európai mezőgazdaság érdekeinek megfelelni. A tagállamok között megegyezés van, a parlament viszont abszurd javaslatokat támogat a zöld politikára hivatkozva. Azt is szerettük volna megtudni, mit gondol a kormány a Magyar Közgazdasági Társaság konferenciáján elhangzott javaslatról. A szakemberek szerint a jelenlegi folyó fizetésen alapuló nyugdíjrendszer magában hordozza önmaga felszámolását. A konferenciájukon ismertetett pontrendszert úgy módosítanák, hogy a nyugdíj összege, sőt a nyugdíjkorhatár is függjön a felnevelt gyermekek számától. A miniszter ismertette, a kormány nem tárgyalta arról a javaslatról, hogy a gyermekek számától tegyék függővé a nyugdíjkorhatárát és összegét, de hozzáfűzte, az elképzelés pozitívnak mondható. A kereszténység és a magyar nemzet szoros kapcsolatban áll egymással hangoztatta a Semjén Zsolt miniszterelnök helyettes. A kereszténydemokrata politikusa Kármelita Kolostorban az egyházi, a külhoni magyar, a magyarországi nemzetiségi élet kiválóságainak adott március 15-e alkalmából odaítélte a koronavírus járvány miatt akkor nem kiosztott kitüntetéseket a magyar állam nevében. Hozzátette, a kereszténység és a magyar nemzet közötti szoros kapcsolat különösen fontos itt és most a külhoni magyarság számára, hiszen intézményeik alapvetően egyházi fenntartásban vannak. Ez biztosítja a nemzeti kultúránk hagyományaink megmaradását, emelte ki. Magyarország egy jogállam, a bíróságok függetlenek, szabadon mérlegelhetnek, mondta Budai Gyula, a Fidesz országgyűlési képviselője, volt elszámoltatási kormánybiztosa a heti TV Pirkada című műsorában. Budai Gyula szerint a saját elszámoltatási kormánybiztosi munkája addig terjedt, hogy feltárt ügyeket, amiket a megszerzett bizonyítékokkal tárt a nyomozó hatóságok felé. Ha ők úgy találták, akkor az ügyészség vádat emelt, majd a bíróság döntött. A képviselő hozzátette a nagy ügyek, amelyek az elmúlt évtizedekben megjárták a közvéleményt, mint a sukorói telekügylet, bár hoztak eredményt, de Budai Gyula szerint nem azt ítélték el, akit igazán kellett volna. Mint megjegyezte, a kudarcokat nem az elszámoltatási kormánybiztoson kellene számon kérni, hanem elsősorban azokon a szervezeteken, amelyeknek a nyomozás a vádemelés lett volna a feladata. A képviselő beszélt a 2006-os összödi beszédről is, amiről megjegyezte, az aktualitása mindig meg lesz, ahogy az ellene szóló tiltakozásoknak is, amikről elmondta, 2006. október 23-án a Fidesz gyűlése után neki is kijutott a könyvgázból. Ezeket nem lehet elfelejteni, az értékelését pedig mindenki megteheti a saját maga meggyőződése szerint. Bár az is igaz, hogy ma már nagyon kevesen tudják, hogy mi történt 2006-ban, tette hozzá a politikus. Idő kell ahhoz, hogy akár egy iskolai tankönyvben szerepeljen. Vádat emelte a fővárosi főügyészség egy férfi ellen, aki hamis aláírásokkal érte el jelöltségét a 2018-as országgyűlési választáson, közölte a fővárosi főügyész. Iboja Tibor közleményében azt írta, a vádirat szerint a 48 éves férfi egy pártjelöltjeként kívánt indulni a 2018-as országgyűlési választáson Budapesten. A jelöltséghez 500 érvényes ajánlásra volt szüksége. A férfi azonban az ajánló éveket úgy adta le a választási irodának, hogy azokon 31 hamis aláírás szerepelt. A férfi az összes íven azt igazolta aláírásával, hogy az ajánlásokat személyesen ő gyűjtötte, és az ajánló éveken megjelölt emberek valóban ajánlást adtak neki. A vádlott ezt azokon az ajánló éveken is feltüntette, amelyeken nem ő, hanem segítői gyűjtöttek ajánlásokat. Tegnapi hatállyal kinevezte Ruszin Szendi Romulus vezérőrnagyot a Magyar Honvédség parancsnokává Áder János köztársasági elnök. A magyar közlöny számában megjelent határozat szerint Ruszin Szendi Romulus kinevezése 2021. június 3-ától 2026. május 31-éig szól. A magyar közlöny múlt szerdai számában jelent meg a határozat, amely szerint Áder János köztársasági elnök felmentette Koron Ferencet a Magyar Honvédség parancsnokát. A honvédelmi miniszter később azt közölte, hogy a vezérezredes, akinek megbízatása 2023. május 15-éig szólt, maga kérte felmentését. Benkő Tibor honvédelmi miniszter a Magyar Honvédség parancsnoksága hétfői Székesfehérvári rendkívüli állománygyűlésé jelentette be, hogy Ruszin Szendi Romulus vezérőr nagyot javasolja a Magyar Honvédség parancsnokának. Külföldi híreink. A kormányalakítással megbízott Jair Lapit közvetlenül a mandátum szerda éjféli lejárata előtt arról tájékoztatta Rúver Rivlin elnököt, hogy sikerült koalíciót alakítania. Az elnök tudomásul vette, gratulált és sürgette az új kormány minél előbbi ratifikálását a Knessetben. A koalíciós egyezmény szerint a félidős rotáció első számú miniszterelnöke, a nemzeti nacionalista Jamina vezetője Naftali Bennett lesz, majd két év után cserélnek lapiddal. Hasonlóan a kormányfői megbizatáshoz számos miniszteri tárca is rotációban fog működni, elsősorban a jobboldali koalíciós partnerek között. Amennyiben a jelenlegi mindössze 61 mandátum támogatottságú szűk koalíciót a parlament várhatóan 12 napon belül ratifikálni fogja, Benet lesz a zsidó állam eddigi vitathatatlanul leginkább elkötelezett telepes támogató jobboldali miniszterelnöke. Ugyanakkor a centrista és a baloldali pártokkal, valamint az iszlamista rámmal szövetkezve és kiszorítva a hatalomból a kettészakat jobboldali blokk másik felét, vagyis a több mint tíz éve kormányzó Benjamin Netanyahu miniszterelnököt, illetve szövetségeseit, a vallásos cionistákat és a haredi pártokat Benet az egyre inkább lángra kapó uszítás és gyűlöletkampány célpontjává vált. Ausztriában ideiglenesen felfüggesztették a politikai iszlám térnyerése elleni program egyik elemét, a világhálón is elérhetővé tett úgynevezett iszlám térképet. Mindazonáltal nem a támadások miatt, hanem mert technikai módosításokat hajtanak végre az oldalon, tudósított egy osztrák hírcsatorna. A konzervatív néppárti Szuzán Ráb integrációs miniszter múlt héten mutatta be újságírók előtt a politikai iszlám ellen meghirdetett programot, annak keretében pedig az ország úgynevezett iszlám térképét. A térkép átfogó képet ad az Ausztriában tevékenykedő muzulmán szervezetekről, egyesületekről, hitkösségekről és az őket képviselő fontosabb személyekről, illetve irányultságú kapcsolataik besorolásáról. Továbbá rávilágít egyes szervezetek összefonódásaira a politikai iszlám ideológiájával, szervezeteivel és hálózatával. Svédország bal közép kisebbségi kormánya több vonatkozásban is kudarcot vallotta a koronavírus járvány kezelésében, hangsúlyozta a svéd parlament alkotmányügyi bizottsága. A kormány túl lassú volt a tesztelési és a fertőzési láncolatok nyomon követésében, csődöt mondott az idősek védelmét illetően és nem tudta egyértelműen elhatárolni az országos és a helyi hatóságok hatásköreit, fogalmazta meg bírálatait a testület, amely ugyanakkor nem tett említést, Svédország sokat bírált stratégiájáról, amelynek keretében nem zárták le az országot. Egyértelmű, hogy Svédország nem készült fel a járványra, de tanulnunk kell az elkövetett hibákból, jelentette ki Hans Ekström, a bizottság szociáldemokrata alelnöke. Svédország viszonylag enyhe korlátozásokkal és a lakossághoz intézett felhívásokkal különböző, egyben vitatott megoldást választott a járvány elleni küzdelemben. Az ország vezetése a tilalmak helyett mindvégig inkább az ajánlásokra és az egyéni felelősségre helyezte a hangsúlyt. Az Európai Bizottságnak alapvető aggájai vannak azzal az új tegnapi elfogadott Dán törvényjavaslattal, amely lehetővé teszi a menedékkérők áttelepítését Európán kívüli országokba, jelentette ki Adalbert Jánca, az Európai Bizottság szóvivője. A szóvivő a brüsszeli testület szokásos sajtótájékoztatóján kérdésre válaszolva hangsúlyozta, a menedékjog iránti kérelmek Európán kívüli feldolgozása alapvető kérdéseket vet fel, mind a menekültügyi eljárásokhoz való hozzáférés, mint pedig a védelemhez való tényleges hozzáférés tekintetében. Ilyesmi nem lehetséges a jelenlegi uniós szabályok vagy az új migrációs és menekültügyi paktum szerinti javaslatok alapján közölte. Hozzátette, hogy a menedék kérelem benyújtásához való jog alapvető fontosságú az Európai Unióban. Vladimir Zelenszky, ukrán elnök, törvényjavaslatot készített, amely meghatározza kitekinthető oligarchának Ukrajnában. Az elnök által a törvényhozáshoz benyújtott előterjesztés szövege tegnap elérhetővé a parlament honlapján, adta hírül egy ukrán hírportál. A javaslat szövegében a hírportál ismertetése szerint oligarchia az, aki jelentős gazdasági vagy politikai súlya rendelkezik a közéletben, és a felsorolt kritériumok közül legalább háromnak megfelel. Részt vesz a politikai életben, jelentős hatással van a médiára, olyan gazdasági egység végső haszonélvezője vagy irányítója, amely domináns pozícióval rendelkezik az ukrán piacon, illetve olyan személy, akinek vagyona meghaladja a létminimum millió szorosát. Gazdasági híreink. A gazdaság újraindítását követően Magyarország visszatér a hiány és adócsökkentő pályára, amely az elmúlt tíz évet is jellemezte, írta a közösségi oldalán a pénzügyminiszter. Varga Mihály hangsúlyozta, hogy a költségvetés biztosítja a hiány és adócsökkentés, valamint a támogatások fedezetét. A baloldal ezzel szemben úgy véli, hogy a válságkezelés megszorításokra és eladósodásra épül. A miniszter visszautasította azt az ellenzéki állítást, hogy a 2022-re tervezett 5,9%-os hiánycél választási költségvetésre utalna. Ha ez így lenne, akkor, mint írta, 2002 és 2010 között mindig választási költségvetés volt. A bejegyzéshez csatolt összefoglaló ábra szerint a baloldali kormányok idején a költségvetés legalacsonyabb éves hiánya 3,8% volt, és 9,3%-on tetőzött. Híreinkről bővebben a brajerpress.com vagy a heti on olvashatnak. Én köszönöm figyelmüket, szép napot, viszontlátásra! Ma alapvetően napos, nyárias meleg idő várható, erős UV-sugárzással kell számolni. A jellemzően gyenge, gomoly felhőzetből elvétve az északi határvidéken lehet esetleg egy-egy futó zápor, de csapadék nem lesz jellemző. Este is marad a gyengén felhős, csillagfényes idő, a légmozgás gyenge lesz. Köszönöm figyelmüket, maradjanak velünk, viszontlátásra!